Az országos adatok szerint 5481 új fertőzött mellett rekordszámú 252 halálos áldozatot követelt a koronavírus Magyarországon az elmúlt 24 órában. A kórházak leterheltsége továbbra is extrém, majdnem 12 ezer embert kezelnek. Közülük közel 1400-an vannak már lélegeztetőgépen. Szegléden is nőtt a fertőzöttek és igazolt beteggel találkozók száma. Utóbbi 120-ra nőtt 118-ról. Az igazolt fertőzöttek száma pedig 107-ről 117-re emelkedett. Magyarország Európa egyik leggyorsabb oltási tempóját diktálja. A lakosság 16,4%-át már beoltották, fogalmazott az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján György István államtitkár, az oltási munkacsoport vezetője. Arról is beszélt, hogy a következő egy hétben folytatódik a regisztrált idősek oltása, illetve nagy számban lesznek második oltások is. A mai érkezett Pfizer szállítmányt egyenesen a kórházi oltópontokra viszik, oda az eddig megszokott rendszerint a házi orvosok küldhetik az időseket. Minden házi orvos, ez országos átlagban értendő, 31 regisztrált idős ember szervezhet be kórházi oltópontokra. Itt a vakcinák szétosztásának az az elve az országos oltási munkacsoport döntése alapján, hogy a regisztráltakat praxis arányban is figyeljük, és ennek alapján történik a praxisok között az oltóanyagok szétosztása. Jelenleg is zajlanak nemzetközi vizsgálatok a brit mutánssal kapcsolatban. Az eddigi eredmények alapján sokkal fertőzőbb és sokkal súlyosabb tünetekkel jár. A járvány első hullámában 1000-ből 660 év feletti hunyt el. Ez a brit variáns esetében 9-re emelkedett. Erről már Müller Cecília országos tiszti főorvos beszélt. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy mindenki tartsa be a higiénés szabályokat. Ez az egyik, ami védekezési eszközünk van, a másik pedig a védőoltásoknak a felvétele. Minél többen válunk ellenállóvá a vírussal szemben a védőoltások felvétele révén, annál inkább tudjuk megakadályozni, úgy mondjuk azt a vírus cirkulációt a népesség körében, tehát az, hogy terjed, jelen van, és fertőző képességével élve megfertőzi az embereket. Ha nem talál majd fogékony szervezetet, akkor csökkenhet a fertőződések, egyben halálozások száma is, fogalmazott Müller Cecília.